Sziasztok, köszöntök mindenkit, és május közepe van, ez a kertészkedőknek talán a legfontosabb és legszebb időszaka. Ilyenkor szokott lenni Angliában is a Chelsea Flower Show, és ehhez fűződik egy fontos teendő, ami főként az évelőkhöz kapcsolódik, ez a Chelsea Chop, vagy a Chelsea időszaki visszavágásra lehet így lefordítani magyarul, ami azt jelenti, hogy bizonyos évelőket, ezeket a látszáró évelőket, amik mostanra már szépen kihajtottak, körülbelül a felére vissza kell vágni. Ez azért fontos, hogy ezáltal a visszavágott évelő sokkal tömörebb lesz, ugyan kisebb virágokat hoz, de több virágot, tehát például egy bugás lángvirágnak nem lesz akkora a bugája, de több virágot hoz, nem lesz annyira szétesős típus, tehát jön a nagy vihar, vagy egy nagyobb eső, és akkor nem fog szétesni ettől. Illetve ez még azért is fontos, hogyha mondjuk egy fajta növényből több darabunk van, tehát mondjuk van 3-4 azonos bugás lángvirágunk, akkor ebből mondjuk kettőt, ha felére visszavágunk, ezáltal sokkal-sokkal tovább húzható a nyílási időszakuk. Tehát míg a nem visszavágott nyílni fog június végén, július elején, egy 2-3 hétig, egy hónapig, addig a Chelsea Choppal visszavágott, ez követően fog nyílni, tehát ugyanazokból a növényekből nem csak egy hónapig fog díszíteni a kertünkben, hanem kettő, akár három hónapig is. Ez a legtöbb látszáró évelővel megtehető, de főleg azokkal, amik nyár közepén végén nyílnak. De mutatom is, hogy én melyikeken szoktam. Az egyik ilyen, amit remekül lehet ezt alkalmazni, az a Veronika félék. Ezek most már ilyen jó 40 centis hajtást hoztak a földtől, és a végleges magasságuk jó 80 centi, 1 méter lesz. És ebből nekem van ugyanebből a fajtából egy 5-6 darab, tehát ezt, amit akarom egy kicsit később nyíljon, elhúzva ezzel a virágzás, ezt most a felére visszavágom metszólóval. Tehát ezt nehéz ilyenkor megcsinálni, pláne örülünk, hogy végre ekkora lett, de nyugodtan metszólóval a felére visszavágni így. Sőt, olyat is lehet, hogy az, ha ilyen nagyobb cserje csoportunk van, vagy hát ilyen kis cserje, ez ugye egy látszáró évvel, de nagyobb kis csoport, akkor a hátsó felét meghagyjuk hosszabbra, és az első felét így rövidre. Ezáltal a hátsó fele hamarabb fog nyílni, és mire az elnyílik, addigra nyílik majd az első része. Tehát ez is egy jó kis trükk, ilyennel is lehet hosszabbítani a virágzást. De ez ugyanígy alkalmazható a szédumokon is, hiszen ők is, most nálam mondjam, nagyon szép kis kompakt tömör, de ez is szétesésre hajlamos, és ezt is nyugodtan fogni és a felére visszavágni, ami nagyon rémisztően fog most kinézni, de egy-két héten belül kiheveri, és sokkal tömörebb lesz, több virágot hoz, nem lesz szétesős, úgyhogy bátran meg lehet próbálni. És akkor a már említett bugás lángvirág, amin ezt remekül lehet alkalmazni, tehát itt is a most már ilyen jó 40-50 centis hosszú hajtásokat minimum felére vissza kell vágni, így bátran, és innen fog majd elágazni, tehát nem egy virágot fog hozni egy nagyot, hanem lesz 3-4-5 új kis hajtás, és azokon lesz rengeteg új virág. De ezáltal sokkal tömörebb, kompaktabb lesz, és jobban bírja a szelet, az esőt, a viharokat, úgyhogy érdemes alkalmazni. És nem mellesleg az ilyen visszavágott hajtásvégekből, amit a Chelsea Chop technikával visszavágtunk, ezekből remek zöld dugvány készíthető, tehát egyrészt növeljük a virágzás hosszát, másrészt megszaporíthatjuk is a növényeket. Körülbelül ezeket az ilyen levágott 20 centis hajtásokat érdemes eltenni, ami már az alja egy kicsit olyan merevebb, ezekről le kell szedni a leveleket, maximum a csúcsán meghagyni kettőt, sőt a csúcsát is érdemes kicsípni, csak itt meghagyni kettőt. Ugye azért kell leszedni a leveleket, hogy ezeket a hajtásdugványokat, ugyanha vizes földbe tesszük, de akkor is, ha sok levelet hagyunk, párologtatni fog, és mivel nincs gyökere, nem tudja fölvenni a vizet, ezért ki fog száradni a dugvány, és nem marad meg. Ezért kell eltávolítani a leveleket,
így beledugni földbe. Még olyat is lehet, hogy akár ezeket a meglévő leveleket így félbevágni, és így kb. A felét bedugni földbe, másik fele kilátszódjon. Érdemes, hogy ahol levágott vagy leszedett levelek vannak, olyan rész rügy mindenképpen kerül a föld alá, hiszen ezekből fog majd itt előtörni a gyökér később. Ilyen jó időben ez egy 2-3 héten belül megvan, és rengeteg levágott hajtásból rengeteg új növényünk lesz. Tehát ez egy jó sporulás és hasznos is, úgyhogy ezt érdemes megpróbálni. Tehát az előkészített dugványt, a leveleitől megszabadított dugványt, kb. Ilyen 20 cm-es, ez egy flox. Azt egy ilyen földdel, komposzttal telakott cserépbe érdemes beledugni. Érdemes a közvetlenül a cserép mellé tenni, egy picit megnyomkodni. Ezt nem tudom pontosan, hogy miért, de sokkal jobban megmaradnak így, ha a szélével érintkeznek a dugványok. Egy ilyen cserépbe lehet egy 5-6-ot beletenni nyugodtan, és amint megjelennek majd az alján a kis gyökerek, akkor érdemes szétültetni, vagy akár kiültetni a kertbe, és már is lehet 5-6 új növényünk. Tehát még egyszer összefoglalva, a cserzi csop, ez a cserzi visszavágás, ez azért kell a lágyszárú évelők zömén megcsinálni, vagy azért érdemes kipróbálni, hiszen ezáltal növelhető a virágzás hossza. Tehát még egyet-egyet meghagyunk rendesen visszavágás nélkül, az virágzik a rendes idejében, addig a visszavágott egy kicsit később, pár hetes csúszással, tehát növelhető a kertünkben a virágzási idő, tehát sokkal tovább fognak így díszíteni egy faj virágai, illetve a visszavágással sokkal kompaktabb lesz, az eső, a szél, a vihar, nem esetleg az öntözés miatt nem fog annyira szétesni a növény, és a levágott hajtásokból pedig remek zöld dugvány készíthető, és egy nagyon gyors és jó, olcsó szaporítási módja az évelőknek.